Igazán szerencsés volt a híradó stábja, hiszen kameránk előtt is aktív volt az egyik karanténban lévő Gran Canaria óriásgyík. Bár jelenleg még nem látszik annyira óriásnak, hiszen mindössze pár centiméter hosszúságú. A két hüllő addig lesz itt, míg el nem érik a megerősödött körülbelül 15 centis nagyságot. Hogy ezt minél hamarabb elérjék, hangya méretű tücskökkel és pici csótányokkal etetik őket a gondozók. Később, ahogy nőnek, növényi eredetű táplálékra állnak majd át, magokat és virágszirmokat fognak fogyasztani. De nem csak azért különlegesek, mert étrendjükben a növényi eredetű táplálék dominál. A Természetvédelmi Világszövetség a kihalással fenyegetett fajok vörös listáján a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta őket. A természetben számos veszély fenyegeti, ide tartoznak az invazív fajok, leginkább a kóbormacskák, de főleg a betelepült 80-as években a szigeten elterjedté vált kaliforniai királysikló az, ami a legnagyobb pusztítást végzi a populációban. Azokon a területeken, ahol ez a sikló már megtelepedett és szaporodik, ennek a gyíkfajnak az állománya több mint 90%-kal csökkent, tehát szinte eltűnt ezekről a területekről. Állatkertekben mindössze 5 helyen található meg a világon, úgyhogy tényleg nem egy gyakori fajról van szó. Ezért külön öröm, hogy sikerült őket tenyészteni. Magyarországon eddig egyetlen állatkertben sem sikerült. Tavaly viasz tojásokat már rakott le a nőstény, majd a hímmel közös teleltetés után idén-nyáron egy 27 tojásból álló fészekaljjal örvendeztette meg a gondozókat. Ez egy nagy fészeknek mondható, de a keltetés során kiderült, hogy ezekből csak 2 termékeny. Azokból viszont egészséges kisgyíkok keltek ki. Kameránk előtt viszont csak az egyik mutatta meg magát. Ez még egyelőre csak spekuláció, gondolkozunk azon, hogy lehet, hogy különböző, tehát az egyik hím és a másik egy nőstény egyed lesz majd. Amit mi már megfigyeltünk a tenyészállatoknál az, hogy a nőstény az napközben sokkal több időt tölt elrejtőzve, és ő inkább késő délután válik aktívvá, akkor jön elő táplálkozni. Ezzel szemben a hím napközben is több időt tölt szem előtt, úgyhogy ez a természetben is hasonlóképpen működik. Hát remélhetjük, hogy két ellentétes nemű egyedről beszélhetünk majd. A tervek szerint később ők is másik állatkertbe kerülnek majd. A nőstény pedig, ha tojásrakás előtt fog állni, akár csak az anyja, jászbogár lárvákat kap majd a fehérje és kálciumpótlás biztosítása érdekében.